New Jerseyből érkeztek, a debreceni üzleti lehetőségekkel ismerkedtek az amerikai delegáció tagjai. Sűrítik a járatokat, visszaáll a hétvégi villamos közlekedés, és éjszakai buszjáratok is indulnak. Korszerű berendezés, újabb kezelőegység segíti a fiatalok fogászati ellátását Debrecenben. Jó estét kívánok, ez a DTV híradó. Április 25-e kedd van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Az Egyesült Államok beli New Jerseyből érkezett üzleti delegáció Debrecenbe. A méreteiben Magyarországhoz hasonlító amerikai állam szenátora azt mondta, bíznak abban, hogy még több amerikai vállalat lát majd lehetőséget Debrecenben. A vendégek a szakmai előadások meghallgatása mellett ipari parkokat is meglátogattak. Több mint 20 éve működik Debrecenben az NI Hungary. A vállalat is jelentősen hozzájárul Magyarország és az Egyesült Államok közös gazdasági sikeréhez, csak úgy, mint a szolgáltató szektort képviselő Flowserve. A város fontosabb jelzőszámairól és a jelenlegi zajló gazdasági folyamatokról tartott ma előadást Barcsa Lajos alpolgármester egy üzleti delegátusnak. A küldöttség tagjai az Egyesült Államok beli New Jerseyből érkeztek városunkba. Én azt gondolom, hogy az elismerése is az elmúlt évek munkájának, hiszen Debrecen most már egy olyan város itt Magyarországon, amely megszólíthat több amerikai üzletembert is, abban a vonatkozásban, hogy érdemes ellátogatniuk és megnézniük azokat a befektetési lehetőségeket, amiket kínálunk számukra. A küldöttség tagja volt többek között New Jersey állam szenátora is. Gordon M. Johnson elmondta, New Jersey lakosság száma és mérete is megegyezik Magyarországéval. Hozzátette, mindkét terület kereskedelme és ipara is jelentős fejlődésen ment keresztül, de ezen túl is sok kapcsolódási pont van a két fél között. Kapcsolatban áll egymással egy New Jersey és a Debreceni Egyetem, illetve párbeszéd folyik arról, hogy mind a diákok, mind az oktatók számára csereprogramot indítsanak. Ugyanakkor a látogatásunk során szeretnénk felmérni a lehetőségeket, később pedig elérni, hogy a New Jersey államban működő vállalkozások Debrecenben fektessenek be. Ezt a folyamatot a Sanga cégcsoport is segíti, amelynek New Jerseyben is van irodája. Emellett a vállalat tagja az ottani kereskedelmi és iparkamarának is. Herdon István elnök vezérigazgató elmondta, a delegáció tagjai aktívan érdeklődnek Debrecen üzleti lehetőségei iránt. Ugye mi a határúti tudományos technológiai parkot fejlesztjük több évtizede, és ugye keresjük a potenciális kapcsolatokat nemzetközi terepen, mégpedig abból a célból, hogy minél több ilyen termelő vagy innovatív céget vonzunk a városba. A New Jersey kereskedelmi és iparkamara mintegy 900 vállalatot képvisel. A küldöttség tagjai rendkívül változatos területeket ölelnek fel, a gyártó és kereskedelmi cégeken át egészen az egészségügyig. New Jersey államban és például Debrecen testvérvárosában, New Brunswickban is rengeteg magyar származású család él, és ez a látogatás jó alkalom arra, hogy megerősítsük a személyes kapcsolatokat, egyúttal pedig az üzleti és gazdasági területen is körbenézzünk, mert a személyes és az üzleti kapcsolatok valahol kéz a kézben járnak. A delegáció tagjai látogatást tettek Debrecen ipari parkjaiban, és előadásokat is hallgattak, hogy jobban megismerjék a várost. Visszatér a hétvégi villamos közlekedés, és májustól több autóbuszvonalon sűríti járatait a DKV. A közlekedési vállalat 10 új járművet is forgalomba állít. Péntek és szombat hajnalonként pedig éjszakai járatokat is indítanak. Pap László polgármester azt mondta, fontos, hogy a lehetőségekhez mérten minél magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a város. Egymás mellett sorakozik a 10 új autóbusz a DKV telephelyén. Ezek a napokban forgalomba is állnak. A közlekedési vállalat néhány hónapja ritkított menetrenddel, hétvégi villamos közlekedés nélkül üzemel a jelentősen megemelkedett villamos energia és dízelüzemanyagárak miatt. Ezzel jelentős megtakarítást értek el, de így is számottevő költséget jelent a városnak a közösségi közlekedés üzemeltetése. Május elejétől csaknem 15%-kal drágulnak a jegy- és bérletárak,
azonban sűrítik a járatokat, és helyreáll a villamos közlekedés is. Május 1-ével ugye a villamos közlekedést fogjuk visszaállítani, hétvégén és ünnepnapokon is, ugye május 1-e ez pont egy ilyen nap lesz, illetve május 2-ától, ugye május első munkanapjától kezdődően pedig több járaton sűrítést fogunk végrehajtani, ezek érintik majd a hétvégéket is, nem csak a munkanapokat. Táblázatban mutatjuk, mely buszvonalakat érinti a járat sűrítés. A vállalatnál az elmúlt időszakban folyamatosan mérték a járművek kihasználtságát, és a munkáltatókkal is egyeztettek, ez alapján döntöttek a változtatásokról. A menetrendek pontos módosításairól a DKV honlapján tájékozódhatnak. Pap László polgármester bejelentette, a diákok igényeit figyelembe véve éjszakai buszjáratokat is bevezetnek. Ezek három vonalon, a tervek szerint jellemzően hajnali 00:30 és 14:00 között közlekednek majd. Szükségesnek tartom azt, hogy az utazási szokásokat majd építsük be ebbe a új menetrendbe, és hát elektromos autóbuszok viszik majd a fiatalokat péntek és szombat éjszakánként az említett időpontokban haza. Örülök annak, hogy van lehetőségünk a diákok kérésének így közvetlenül is megfelelni. A DKV-nál jelenleg 43 autóbuszon vannak utasszámláló berendezések. Ezeknek az adatait folyamatosan monitorozzák, hogy aztán esetlegesen újabb menetrendmódosításokról dönthessenek. Ülésezett a pénzügyi bizottság. A testület debreceni vállalatok tavalyi beszámolóit hallgatta meg. Emellett támogatta 10 tócóvölgyi ingatlan értékesítését is. Az előterjesztésekről várhatóan csütörtöki ülésén dönt a városi közgyűlés. Az önkormányzat tulajdonában lévő 10 beépítetlen tócóvölgyi ingatlan több mint 4,2 milliárd forintot ér. Ezt az összeget használnák fel a DKV ZRT veszteség kompenzációjára. A közlekedési vállalat üzemeltetése a megemelkedett energiaárak miatt a korábbiaknál jóval nagyobb terhet ró a városra. A bizottság 9 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. Az ingatlanokat versengő ajánlatkérés alapján értékesíti az önkormányzat. Erre a debreceni vagyonkezelőt és annak egy tagvállalatát, a Cívisház ZRT-t hívják meg. Ezt követően kerül majd a bevétel a DKV-hoz. Nyilván ennek van egy polgármesteri döntés az oka, illetve ebben az esetben, mivel egy ernyő alatt marad a pénz, ez gyakorlatilag pénzmozgással nem jár, csak könyvelés technikával, tehát valószínűleg itt a spórolás jegyében, valamint a hosszú távú célok merültek föl kérdésként, hogy ezekkel az ingatlanokkal mi a hosszú távú terv. Hát ezt majd a Városüzemeltető Kft-től fogjuk megkérdezni, és tőle kapunk erre válaszokat. Oktatási kérdésekről, valamint az iskola és a kreativitás összefüggéseiről szólt az Európa Nap a Fazekas Mihály Gimnáziumban. Közösségi vitákat és kötetlen eszmecseréket is rendeztek ma a szakemberek, köztük Pap László polgármester részvételével az intézményben. A gimnázium egyébként az Európai Parlament nagykövet iskolája. Valamilyen szinten ebben a mondatban van valami igazság. Megalapozott álláspontot kialakítani, felkészülten vitázni, meggyőzően érvelni. Mindezt a gyakorlatban sajátítják el a Fazekas Gimnázium diákjai az Európa Napon. A különleges iskolai program arra is alkalmat adott, hogy megbeszéljék egymással mindazt, ami foglalkoztatja őket. Tudunk beszélni a problémáinkról, a megoldási javaslatokról és az élményekről, ami a többi diáktársunknak van. Nem mindig van időnk arra, hogy ezt az iskolai tankereteken belül meg tudjuk oldani, ezért az ilyen napok tökéletesek arra, hogy megosszuk egymással a véleményünket. Az életben nagyon-nagyon fontosak lesznek. Az Európa Napon Pap László is részt vett. A polgármester rendhagyó osztályfőnöki órákon is szokott beszélgetni debreceni diákokkal. Nagyon jó megtapasztalni, hogy mennyire éretten gondolkodnak, milyen sarkos véleményük van a diákoknak, és hogy mennyire reálisan látják a helyzetet, és milyen pozitív jövőbeli elképzeléseik vannak. Nagyon sokat tanultam a mai napból. A Fazekas Mihály Gimnázium 2017 óta az Európai Parlament nagykövet iskolája. Uniós versenyeket és vitakultúrát fejlesztő Európa Napokat is rendszeresen rendeznek az intézményben. Játékos, közösségépítő feladatokkal kezdünk, és aztán egyre nehezebb tételmondatokkal dolgozunk, és amikor ezeket mind megbeszéltük, akkor a témában járt a szakértőket szoktunk hívni, és velük úgynevezett World Café módszerrel kis körökben beszélgetnek a diákok. A közösségi vitakörök és kötetlen eszmecserék mellett előadásokon és érzékenyítő programokon is részt vehettek a gimnazisták.
Új korszerű kezelőegység segíti a gyerekek fogászati szűrését mostantól a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fogorvosi rendelőjében. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet ifjúsági fogászati rendszeréhez 42 ezer fiatal tartozik. A diákok évente kétszer vesznek részt szűrővizsgálatokon. Jó, picit nagyobbra nyissa. Jelenleg a fogszúvasodás a leggyakoribb probléma a gyerekeknél. Ennek megelőzését is segíti a rendszeres szűrővizsgálat. A most átadott fogászati kezelőegység nem csak megkönnyíti, hanem meg is gyorsítja az itt dolgozók munkáját. A berendezés modern, kijelzővel felszerelt kezelőpanellel rendelkezik, amit szívesen használnak a fogorvosok. Van olyan kézi darab, mint például ez, ahol akár a forgás irányt is mutatja. Tehát mindegyik fényes működés közben, ezzel a kapcsolóval, hát ugye a kezelésnek megfelelően forgás irányt tudok beállítani, illetve van itt egy másik gomb, aminek a szabályzásával ugye a forgásnak a hatékonyságát tudjuk emelni vagy csökkenteni. Mivel csendes és kényelmes, így a gyerekeket sem riasztja meg. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet az ifjúsági fogászati rendszerén keresztül 28 körzetben mintegy 42 ezer diák szűrését végzi. Ezen a fiatalok évente két alkalommal vesznek részt. A Covid előtt nagyon jó volt Debrecenben a gyermekek fogazata, 3-tól 18 éves korosztályig látjuk mi el ezt a feladatot, és itt azt mondhatjuk, hogy a rossz fog arány egy alatt volt a debreceni gyerekek területén, viszont Covid alatt ez 2,4-re módosult, ez azt jelenti, hogy nagyon sokat romlott az állapot. Covid után most már egy 1,4-1,5-nél tartunk újra. A gondoskodó városprogram fontos eleme az iskola egészségügyi szűrés. Debrecenben az iskola fogászat korszerűsítése intenzíven zajlik. A városnak az a célja, hogy minden gyermek, aki a debreceni egészségügyi, iskola egészségügyi ellátásban ellátást kap, az a legmagasabb színvonalon kapja ezt az ellátást. A rendezvényen elhangzott, hogy Debrecen 28 fogászati körzetéből 14-ben már vagy felújított, vagy teljesen új kezelőegység van. Német diákok jártak üzemlátogatáson a Debreceni Vízműzrt-nél. A fiatalok városunk ivóvízellátásának technológiai hátterét tanulmányozták. A műszaki szakközépiskolások Augsburgból érkeztek Debrecenbe. A DSC Megvárt András gépipari és informatikai technikumának német diák vendégei ma a Bencz úr Gyula utcai víztermelőtelepen és a központi laboratóriumban ismerkedtek az ivóvíz előállítás és minőség ellenőrzés összetett folyamatával. Ezen a telepen a tisztított felszíni és felszín alatti vizek keverésével állítanak elő a városnak kiváló minőségű ivóvizet. A Debreceni Vízműzrt kettes számú víztermelőtelepén vagyunk. A diákok a víztermeléssel kapcsolatos, víztisztítással, szűréssel és tározással kapcsolatos dolgokat ismerhetik meg. A labdarúgó klubok által használt legkorszerűbb mesterséges intelligenciát is alkalmazó adatelemző módszereket tanulmányozhatják a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói. Az országban elsőként itt ismerkedhetnek meg az XFB Analytics Kft. Cube elnevezésű futballelemző rendszerével. Az intézmény és a fejlesztő cég ma írta alá az erről szóló együttműködési megállapodást. Passzok, lövések, szabálytalanságok leginkább ezek köré csoportosul az az adatelemző alkalmazás, amiben bepillantást nyerhetnek majd a Debreceni Egyetem hallgatói. A labdarúgásra fejlesztett Cube alkalmazás segítségével 500 platformot tudnak vizsgálni. Sőt, az XFB Analytics Kft.-nek vannak olyan fejlesztései is, amelyek a játék minőségét írják le. Például nem mindegy, milyen pontossággal passzol egy játékos nyomás alatt vagy anélkül. A fiatal cég a világ számos klubjával áll már kapcsolatban. Azt látjuk, hogy a klubok adatérettsége az egyre inkább nő, és egyre nagyobb és nagyobb szükség lesz adatelemző kollégákra, akik értik az adatok jelentőségét, el tudják azt helyezni egy futballklub életében, és tudják vele támogatni a szakmai stáb, illetve a menedzsment munkáját. És minden olyan törekvés, ami ennek az edukációjára vonatkozik,
azt mi üdvözöljük. Az országban elsőként ismerkedhetnek meg ezzel a korszerű mesterséges intelligencia módszereket használó elemzőrendszerrel a Debreceni Egyetem hallgatói. A gazdaságtudományi kar dékánya és a fejlesztő cég vezetője ma írt alá erről együttműködési megállapodást. A Sportgazdasági és Menedzsment Intézet vezetője azt mondta, ezen a területen elég nehéz olyan adatkezelő alkalmazásokhoz hozzáférni, amit a futballklubok vagy akár a válogatott használ. Ezzel az együttműködéssel biztosítják a lehetőséget hallgatóik számára a legjobb munkatapasztalatok megszerzésére. Egyrészt ez egy különleges lehetőség, hogy magát az alkalmazást, a működését megismerjék. Belátást nyernek az adatelemzés folyamatába a sportban. Ezzel akár munkaerőpiaci helyzetüket tudják javítani, jobban tudnak álláshoz jutni. Mindenhol mindenki adattal dolgozik, csak itt nem a bankkártya használati szokásainkat vizsgáljuk, hanem azt, hogy mit csinálok a labdával támadó harmadban, de amúgy a modell ugyanaz. A megállapodás aláírása után Hegedűs Henrik, az FTC vezető adatelemzője tartott előadást a hallgatóknak az adatelemzés változásairól és annak jelentőségéről a sportban. Két aranyéremmel zárta a 125. úszóországos bajnokságot Senánszky Petra. A DSI Debrecen sportolója 50 és 100 méteres gyorsúszásban utasította maga mögé a teljes mezőnyt. A kiváló időeredmények révén a versenyzők kvalifikálta magát a nyári japán világbajnokságra. Edzésen még napi használatban van, a versenyeken viszont már csak uszony nélkül áll rajthoz Senánszky Petra. A debreceni versenyző uszonyos úszóként mindent megnyert, amit lehetett. Tavaly nyár óta viszont csak a sportág klasszikus változatára koncentrál. A váltás láthatóan bejött, hiszen Petra új egyéni csúcsokat úszva 50 és 100 méter gyorsan maga mögé utasította a teljes mezőnyt a múlt heti kaposvári országos bajnokságon. A százon nagyon meglepődtem az időeredményemet, mert 55 alatt szerettem volna úszni, 55 másodperc alatt, de nem tudtam, hogy azért így ennyire alatta leszek, és ennyire jó idő jön ki majd belőlem. Az országos bajnoki címeknek és a remek időknek köszönhetően a DSI Debrecen úszója bekerült a világbajnoki utazókeretbe. 50 méteres gyorsúszásban már biztos a helye, és jó esélye van 100 méteren is rajthoz állni. A japán VB-n teljesíteni akarja a szintidőt a 2024-es Párizsi olimpiára. A Fukuokai világbajnokságon az 50 gyors lesz az, ami a célkeresztben lesz, és ott már nem titkoltan szeretnénk azt a 24-70-es olimpiai alszintet is elérni. Erre szerintem minden esélye meg is lesz, hiszen a nyári időszakra, a nyári főversenyre azért ő elég rutinosan oda tudja magát tenni. A vízes világbajnokságot július 14-e és 30-a között rendezik Japánban. Hamarosan az esti közelkép jelentkezik. Pocsa István már várja önöket. Szervusz, kik érkeznek hozzád ma este, és milyen témákkal készültél? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Ma esti első vendégem Domokos Csilla, az AKSD Kft. Szóvivője lesz. A téma pedig az elektronikai hulladékgyűjtés fontossága. Ezután pedig Ádámszky Gábor néval és Vargáné Szabadka Tünde intézményvezetővel beszélgetünk annak kapcsán, hogy az általuk vezetett óvoda és középiskola a napokban fenntartható Debrecen díjat vehetett át. Mindjárt kezdünk, maradjanak velünk a híradó után is. Köszönjük! Eddig tartott ma a DTV híradó. Riportjainkat keressék a Dehíren és a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobil applikációján, illetve közösségi média felületeinken. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!